Vendégeink Dorogi Andrea és Valentin Péter jobbágy féltek és rajzoktatók, illetve itt van velünk Gabriella és Előd, akik remélem szépséges festményekkel fognak bennünket elkápráztatni. Köszöntelek titeket szeretettel. Nos, beszéltünk már veletek a jobb agyféltek és rajzolással kapcsolatosan, esetleg erről is néhány szót mondhatunk, de mi a helyzet a festéssel, hiszen ennek van olyan változata ezek szerint. Igen, festeni azok a felnőttek és gyerekek tudnak megtanulni nálunk, akik már ismerik a jobb agyféltek és rajzolásnak a módszerét, tehát ez egy haladó technika már. Itt igazából arra van szükség, hogy a jobb agyféltek és rajzolásnak a látásmódját azt ismerjék, tehát tudják, hogy miről van szó, és amivel itt a festőtanfolyamon kiegészítjük, az, hogy a szín felismerést az működjön, és ki tudják keverni azokat a színeket, amit meglátnak a valóságban. Tehát az alapszínekről, ha beszélünk, azt minden pici gyerek meg tudja különböztetni, vagyis pici korban kezdődik. De az árnyalatokat, amikor ötvözzük, az a jobb agyféltek is festésnek a lényege? Ez úgy működik, hogy amikor kicsi gyerekek vagyunk, akkor a színfelismerés az a jobb agyféltekében kezdődik. De amikor megtanuljuk megnevezni őket, akkor azok átkerülnek a bal agyféltekébe. Most például megmutatom ezt a színkört neked, hogyha a bal agyféltekéd erre a három színt nézné, akkor azt mondanám mindegyikre, hogy narancssárga. A jobb agyféltekéd az, amelyik felismeri azt, hogy ez egy citromos narancssárga, ez pedig egy pirosas narancssárga. És ezen a jobb agyféltek és festőtanfolyamon azt tanuljuk meg, hogy nem nevezzük néven a színeket, nem mondjuk azt, hogy ez egy barna, nem mondjuk azt, hogy rózsaszín, hanem helyette megtanuljuk a színeknek a három értékét. Uh-huh. És az a három érték az, hogy meg kell tudni határozni, amikor ránézünk egy színre, hogy melyik a spektrum szín, ezeket nevezzük spektrum színeknek. Aztán meg kell tudni dönteni, hogy ezekhez a spektrum színekhez képest az adott szín az világosabb vagy sötétebb. Tehát fehéret vagy feketét kell hozzáadni, és van egy harmadik érték, amit kicsit így nehéz elmondani, de az a neve, hogy mennyire intenzív a szín, mennyire fényes vagy mennyire tompa. Uh-huh. Fényesnek ezeket a spektrum színeket mondjuk, tompának meg akkor mondjuk a színeket, amikor az adott színhez a komplementerét, tehát a vele ellentétes színt hozzáadjuk. Tehát mondjuk a citromsárgához adunk lilát, akkor a citromsárga az el fog tompulni, és ezeket kell felismerni, hogy az adott színnek mi a három értéke, mi a spektrum színe, tompa-e vagy fényes, sötét vagy világos. És ha már ránézek ezt a színre, tudom a három értékét, akkor ki fogjuk tudni keverni. Ez az, amit megtanulunk a festőtanfolyamon. Ez nekem is hasznos lesz, hiszen színtévesztőként nagyon sok bajom gyűlik meg a színekkel. Attila, te tudsz rajzolni egyébként, vagy festeni? Én nem vagyok jó rajzban. Tehát aki nem tud rajzolni, az is megtanulhatja ezt. Igen, a ezt pácika embertől. Tehát a legtöbb ember úgy jön el, hogy semmit nem tudok rajzolni. Pácika ember tudok rajzolni, és akkor innentől indulhat ez a dolog. Most viszont a gyerekeim viszont nagyon sokat festenek és rajzolnak, ők viszont nagyon ügyesek, nem rám ütöttek, hanem az anyukájuk dolgozik. És hát sokat alkotnak saját fejükből, tehát kitalálják, hogy akkor most ezt fogom lerajzolni, tehát nem mindig valamiről rajzolnak. És ez tulajdonképpen azt elkagyottam az eredeti kérdésemtől, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen a felismerésen túl ez egy készségfejlesztés, vagy tulajdonképpen ez micsoda? Tehát azt akarom kérdezni ezzel, hogy van egy alapvető készségem, amit fejlesztünk, és valameddig el tudok jutni, vagy ez egy művészi szint így is, vagy azon túl is léphet? Vagy kérdezem, hogy a szakma, mondjuk képzőművészek mit szólnak ez a jobb agyféltek és bal agyféltek és rajzoláshoz, festéshez? Hát szigorúan véve ez a jobb agyféltek és módszertan arról szól, hogy ahhoz, hogy rajzolni tudjunk, valósághűen rajzolni, vagy ahhoz, hogy valósághű festményeket meg tudjunk csinálni, ahhoz olyan készségeket kell használni, amik már bennünk vannak. Ezekkel mind rendelkezünk, ezek megfigyelések, forma megfigyelések, színérték megfigyeléseket, ezeket mind tudjuk, csináljuk az életünkben, de egy idő után ezeket elfelejtjük, és itt ezzel a módszertannal tudatosítani tudjuk azt, hogy hogyan kell ezeket a saját készségeinket. Ez a csodának az
alapja, hogy nem újat tanulunk, hanem csak a saját agyunkat meg tudjuk úgy tanulni, használni, hogy azután egy ilyen alkotásokban teljesedik ki, amit itt a gyerekek is, vagy a felnőttek is alkotnak. Vissza is térünk még, jó? Mindenképpen megnézzük a folyamatot, vagy hogy hova jutunk el a végére. Tehát a kreatívban vagyunk, Péter. Az előbb kérdeztem valamit, és azt mondtad, hogy még egy kicsit kiegészítenéd a választ. Tehát a kérdés az arról szólt, hogy tulajdonképpen a szakma hogyan áll, a művészeti szakma hogyan áll ehhez a jobb vagy féltekés rajzoláshoz. Vegyes a fogadtatás, az az igazság, hogy sokaknak nem tetszik ez a módszertan. Most az, hogy miért nem, ez szerintem legalább sok faktoros dolog, tehát ebbe olyan nagyon nem érdemes most belemenni. Van egy olyan hozzáállás, hogy ez nem művészet, amit mi tanulunk, és hogy a művész világból ilyen szemmel próbálják ezt megítélni. Én inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy ha valaki erre képes, hogy valósághű látásmóddal ilyen alkotásokat tud csinálni, az egy olyan alkotási folyamat, ami sikert és önbizalmat ad annak az embernek. Nem kell feltétlenül mindenkinél művésznek lenni, de az, hogy ő otthon el tud egy ilyen képet készíteni, oda tudja adni a gyereknek, vagy a gyerekkel együtt tud festeni például, aki az olyan önbizalmat és sikerélményt ad, ami aztán utána bárhova vezethet tulajdonképpen. Tehát ne döntsük el előre, hogy ki az, aki tehetséges és művész, és ki nem az, ugye? Így van. Ezzel én tökéletesen egyetértek. Viszont azt gondolom, hogy ékes bizonyíték a hatékonyságnak, hogy itt egy egészen csodálatos rajz készült el. Gabi, nagyon szépen rajzoltál, illetve elődnek látom minden messzire, hogy szintén. Meséltek egy picit, egyáltalán mennyi idő után lehet egy ilyen szintre eljutniuk a gyerekeknek? Hát, hogy mind a Előd is, meg a Gabó is elvégzett már egy jobb agyféltekés rajztanfolyamot, ez egy 4 napos tanfolyam volt, és a rajzolás után pedig elvégeztek egy 4 napos festőtanfolyamot. Tehát, hogyha úgy nézem, akkor egy 9 napos tanulás után tartanak most itt, hogy meg tudják ezt így csinálni. Egészen elképesztő is, Gabó. Te szerettél korábban rajzolni? A mikrofont elkérhetném, hogy ennyire tudtál, vagy ezt itt tanultad meg? Nyugodtan csak beszélj bele, és akkor már halljuk is. Hát szerettem volna, de nem tudtam így. Csak hasonlóan. Igen, tulajdonképpen a színekre visszatérve, hogyan tanulják meg azt, hogy egyáltalán megnevezni a színeket, vagy a másolt színeket hogy tudja papírra vinni, hogy keveri össze? Nem, pont így, hogy nem nevezzük meg őket. Tehát, hogy ugye de a színekben is van ilyen, hogy sablon. Tehát, hogy az ég kék, a fű a zöld, hanem azt tanítjuk meg nekik, ez a tanfolyamnak az első napja, hogy egyrészt hogyan kezeljük az ecsetet, hogyan fogjuk, milyen mintákat lehet vele húzni, a másik pedig az, hogy azt a színelméletet, azt a 3 színértéket kell mindig meghatározni. Például, hogyha ezt a színt szeretném meghatározni, hogy ez mi, akkor a spektrum színe a zöld, tehát ebből indul ki. Ezt nem gondoltam volna. Spektrum színe a zöld. Kell hozzá fehér, mert ez világos, és én azt látom még ebben, hogy ez egy tompa szín, tehát kevésbé látszik benne az eredeti szín, tehát van hozzá a zöldhöz adva egy pici piros, tehát a zöld a pici a komplementer hozzá van adva, és akkor ebből a 3 színnek a keverékéből jön ki ez. Az első napon csak a színfelismerést és a színkeverést tanuljuk a gyerekekkel, meg hát a felnőttekkel is. És később önállóan is tudják ezt használni? Persze. Tudják ezt, ha egyszer megtanulták, akkor ez örökre benne van. Ez olyan, mint az úszás, biciklizés, tehát hogyha egyszer megtanulta valaki, akkor örök életére emlékezni fog. És ezekkel a színekkel kapcsolatban még egy ilyen, megint a sablonhoz visszanyúlnék, hogy megtanulunk egy csomó ilyen színelnevezést, hogy májva, meg bézs, meg bíborlila, de ezek igazándiból itt nem. Tehát ezeket egy kicsit el kell, nagyon szépen hangzanak, nagyon jó hangzanak a hétköznapi életben, de amikor ide vissza kell nyúlni, akkor itt nincs bézs szín a színkörön, itt van narancs, meg piros, meg sárga, tehát ide kell visszaegyszerűsíteni ezt az egész színfelismerést, és onnantól meg már Köszönjük szépen a hasznos információkat, ti rajzoljatok nyugodtan tovább, jó?